Sziasztok! Idén volt már szó a növények megnyírásáról, volt szó a magvetésről, és most a harmadik legfontosabb momentumról lesz szó, az pedig az átültetés. De mielőtt ehhez hozzákezdünk, és kimennénk a jól ismert öreg növényházba, gyertek velem egy kis etnatúrára, Balaúszföldre! Hollókő története a 12.-13. századra vezethető vissza. A Szárhegyvára a tatárjárás után épült fel. A falu a török idők alatt elnéptelenedett, majd betelepítések voltak. A legtöbbször fából, zsúfedéllel épült házak többször leégtek. Az 1909-es nagy tűzvész után épültek a ma látható kő- és vályogfalú házak. A település két részből áll, ófalu és újfalu. A jellegzetes palóc hagyományairól ismert község ma szinte csak a turizmusból él. Sokház múzeumként vagy palócmesterségek tárgyak bemutató helyeként szolgál. Hollókő 1987-től az UNESCO világörökség része. A település gazdasági adottságai nem túl kedvezőek, ezért egy időre le is állt a község fejlődése. Szőlőtermesztése alkalmas területeket csak az 1860-as években alakítottak ki. A legutóbbi 2023-as népszámlálás szerint a községnek 311 állandó lakosa van. Legnagyobb vonzereje a hagyományos, népies jellegű húsvét ünnepnek van, amikor a palóc népviseletbe öltözött fiúk vödörvízzel locsolják le a szintén népviseletbe öltözött lányokat. A másik látványossága a vár, amely a község felett helyezkedik el. A legenda szerint egy boszorkány hollóvá változtatott fiai a Szárhegyen lévő várat hordták szét, hogy kiszabadítsák onnan a földesúr lányát, majd a kövekből a mai várat építették fel. Hello mindenkinek, itt vagyok a növényházba. Elnézést kérek mindenkitől, hogy a videók elején mindig van egy pici intermezzo, vagy a témába vág, vagy nem vág a témába. Én úgy gondoltam, egy pici érdekesség mindig kell, esetleg utazás vagy túra tekintetében. És akit érdekel, az nyilván meglátogathatja azokat a helyeket, amiket én bemutatok. Ja, ennyit erről. Aztán miért vagyunk most itt a növényházban? Miről lesz szó? Már tudjátok, a videó elején beharangoztam az átültetést. Még nem vagyunk éppen elkésve, most kezdenek beindulni a növények, de először nézzük meg, hogy miért is kell átültetni a növényeket, vagy miért is szoktuk átültetni a növényeket. Szerintem általában mindenki a gyerekkorából emlékszik arra, amikor anyu vagy nagymama átültette tavasszal a növényeket. Mi sem értettük, hogy miért van ez ilyen éves rutinnak tűnt, viszont megvan az ésszerű oka. Általában a szobanövényeknél ugye a növények egy év alatt a talajból kihasználják, ugye felhasználják a tápanyagokat, ez a talaj be is tömörödik, így aztán át kellett ültetni, hogy következő évben is jól növekedjen a növény. A rovaremésztő növényeknél ez a veszély nem áll fent, mivel ők nem igazán használnak tápanyagot a talajból, de mégis akkor most pontokba szedem, hogy mi az a pár pont, ami miatt érdemes átültetni a növényeket.
Először is a talaj egy év alatt betömörödik. Ugye amikor bekeverjük a talajt, vagy bekeverjük a tőzeget, nedvesítjük, akkor egy laza állagú közeget kapunk, amit ha betöltünk a cserépbe, akkor az öntözés meg a gravitáció miatt ugye egyre tömörebb lesz, és akkor észreveszünk, hogy amikor teletöltöttük tavasszal a cserepet, év végén már ugye hiányzik, mint tudom, 1 vagy 2 centi a cserép tetejénél, összetömörödik ez a talaj. A másik, ha nagyon poros tőzeget használunk, akkor ugye el is iszaposodhat ez a talaj. A gyökerek nem jutnak megfelelő mennyiségű levegőhöz, mert ugye nem csak víz kell nekik, hanem levegő is, és ugye megfojthatja a gyökereket, nem úgy növekszik a növény, lelassul a növekedése, és egyéb gombás fertőzések is felléphetnek. Ráadásul ugye a tőzeg az egy úgymond bomlás termék, végülis a kőszén kialakulásának a legelső folyamata a tőzeg, az egy olyan rothadási folyamat, amiben a levegő molekulái nem vesznek részt, egy levegőtől elzárt rothadási folyamat, és az a cserében tovább folytatódhat. Következő ok, az pedig a mondjuk tápanyag vagy az ásványanyag feldúsulása. Ugye nagyon ritkán öntözünk mondjuk nullás vízzel, a tőzekben is található valami tápanyag, a környezetből is a szél hozhat homokot, egyéb porszemcséket, ami ugye leülepszik a talajba, vagy akár meglátogatják madarak, vagy csigák, vagy bármi a növényeket, és akkor ha odaürítenek, akkor ugye plusz tápanyag kerül a talajba. Ezek a tápanyagok, ásvány és sók az év során felgúsulhatnak a talajba, és a növény ezt nem mindig tolerálja. Ugye többször halljuk, hogy a Szaharából homokot hozhat az eső, ugye ezek feldúsulhatnak egy picit egy nagyobb esőzés során a tárolóedényünkben, és hogyha ezzel a vízzel öntözünk, ugye lesz már egy pici keménysége a víznek, és akkor tapasztaljuk azt a jelentőséget, amikor az ásványi sók kiülnek a talaj tetejére, ilyen fehér rétegben a különböző magasabban lévő kis rögökön ezek kicsapódnak. Ez annak az eredménye, hogy az ásványi anyagok feldúsultak egy picit a talajban. Ez az első néhány ok még nem volt annyira úgymond durva, viszont van a növényházban egy olyan jelenség, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni, ez pedig a moha. Majd mutatni fogok olyan cserepet, amit direkt hagyok így bemohásodni. Ugye a moha az bárhol megterem, ugye most is itt a levegőben szállnak a pici spórák, növényházban pedig ez fokozottan megjelenik. Amikor hagyunk virágozni egy pici mohás területet, ugye a növényházon belül ez a spóra mennyiség, még hogyha jönnek be ugye ilyen légfuvallatok a növényházba, akkor ugye ez kavarog, mindenhova oda megy, letelepszik, ugye a nedves tőzegen nagyon jó táptalajt talál. Ugye ez a moha egy év alatt képes olyan vastagra megnőni a cserép tetején, hogy gyakorlatilag egy filc réteget képez, lezárja a cserépnek a felső rétegét, a talaj felső rétegét, és emiatt nem jut be elég levegő a talajba. Ráadásul ugye az év során még ez az egész tömörödik is, úgyhogy a növénygyökereinek ez nem tesz jót, hogy felülről teljesen le van zárva. Ugye nem minden növényt ültetünk át évente, ami azt jelenti, hogy például a kültvirágoknál valamikor 2-3 évet is várunk az átültetéssel, viszont náluk pedig az fordul elő, hogy kinövik a cserepüket. Még ha középre is ültetjük a cserében ezt a kis rizomát, akkor is valamelyik irányba el fog indulni, ráadásul sarjakat is hoz, amik szintén elindulnak minden irányba, és pár év alatt igenis kinőheti a cserepét. Olyan erő van egyébként ebbe a növekedésbe, hogy képes a műanyag cserepeket szét is nyomni, eldeformálni, úgyhogy amelyik növény már tényleg nyomorog a cserepébe, azt érdemes átültetni. Nem csak tavasszal ültetünk át növényeket, hanem akkor is, hogyha valami baj történik, például valami fertőzés lép fel, akár állati eredetű, ilyen talajlakó paraziták jelennek meg, vagy akár gombás fertőzésről van szó. Ilyenkor érdemes úgy átültetni a növényt, hogy a cserepet kimossuk, ha ugyanabba ültetjük át, esetleg sós vizet használunk, ami fertőtlenít is egy picit, vagy vadi új cserébe ültetünk,
és a növény rizomáját, gyökereit teljesen lemossuk ugye első vízzel, és így ültetjük át tiszta cserébe. Nálam ilyen még nem fordult elő, vagy szerencsés vagyok, vagy okosan tavasszal és ősszel lekezelem a növényeket. Mielőtt tavasszal átültetjük őket, kapnak egy rovarülő és gombaülőszeres kezelést, valamint ősszel, mielőtt beteleltetjük őket, akkor is kapnak egy ilyen kezelést, és ezzel a két kezeléssel én nagyon jó rendben tartom itt az állományt. Szóval érdemes figyelni ezekre a fertőzési tünetekre. Ha ilyesmit tapasztaltok, vagy bizonytalanok vagytok benne, akkor egy fotóval beküldhetitek a maron@maron.hu e-mail címre, vagy a maronos Facebook oldalon vagy csoporton küldhetek üzenetet, de minden esetben küldjetek képet, mert úgy tudunk pontos diagnózist mondani, mint Dr. House. Következő kérdés, hogy milyen anyagú edénybe ültessük át a növényeinket. Többfajta anyagot is használhatunk, amelyeknek van előnye, amelyeknek van hátránya. Most picit sorba veszem, hogy milyen lehetőségeink vannak. Régen hagyományosan kerámia cserepet használtak a növények tartásához. A kerámia cserép, amelyik natur, az porózus anyagú, a nedvesség és a levegő ugye átjár a felületen, ezért mondjuk egészségesebb a növényeknek egy kerámia cserép, viszont ugye nagyon jól felszívja a tápanyagokat, az ásványi sókat, és ez kiül a cserépnek a külső oldalára. Ezért tapasztalhatjátok, hogy a régi cserepek oldalán ilyen fehéres por van, akár ilyen szöszös cucc. Ez a salétrom, ami a talajból kiválasztott tápanyagokat, ásványi sókat jelzi. Ugye ilyen régi cserepeket nem érdemes használnunk, mert ugye ebből ugye visszajöhetnek ezek az ásványi anyagok, amik nem tesznek majd jót a növénynek. Abban az esetben használhatunk kerámia cserepet, hogyha az mázzal van ellátva, szóval a mázas kerámia cserepek azok nyugodtan használhatók. Lehet kapni fém anyagú edényeket is, bögréket, vagy ilyen pici vödör alakú edénykéket. Ezek akkor jók, hogyha esetleg festve vannak, de az sem teljesen megbízható. Én azt mondom, hogy ezeket inkább hanyagoljuk. Dekorációs célra jó, mondjuk beleállítani a cserepet, de ha kaspóként használjuk, arra figyeljünk, hogy a tőzegen átfolyó víznek a kémhatása az savas, ezért feloldhatja ezt a felületkezelést a fémanyagon, valamint korodálhatja belülről az alját ennek a kis fémedénynek, ami szintén okozhat problémákat a növénynél. Az alumínium edényekkel nincs gondunk, ugyanis az alumíniumnak olyan a felülete, hogy amikor oxidálódik rajta egy réteg, az úgy is marad, de nem oldódik le, nem oxidálódik tovább, egy vékony oxidétek keletkezik, és ezért időálló az alumínium. Kültéri minimocsaraknál előfordul, hogy valaki ilyen régi használt beton virágedényt vagy virágtartót használ. Határeset egyébként, ugyanis a beton alapvetően egy lúgos környezet, és ugye belerakunk egy savas anyagot, például a bekevert tőzeget, akkor hát vagy kioldódik majd valami a betonból, ami nem tesz jót, de egyébként ez hosszú távon működik, úgyhogy vagy befestjük egy olyan festékkel, ami bírja a savas környezetet, és lezárja mondjuk a beton felületét. A növényházi kertészkedésnek a Jolly Jokere a műanyag edény. Ez teljesen jó, semleges, nem oldódik ki belőle, jó esetben semmi, könnyen tisztán tartható, többször felhasználható, fertőtleníthető, úgyhogy méret és forma tekintetében nagyon változatos dolgokkal találkozhatunk, úgyhogy mi is a műanyag edényeket preferáljuk, akár ültetőtálca tekintetében, akár kisebb vagy nagyobb cserép, esetleg bonsájtál formájában. Következő rövid témánk, hogy mi kerüljön a cserébe, mármint a növényen kívül. Milyen talajt használjunk? Ugye mindig mondjuk a mohatőzeg a legjobb ültető közegünk, ami abból adódik, hogy az eredeti élőhelyen legtöbbször ugye tőzeg mohával találkozhatunk. Tőzeg moha folyamatosan nő növény, az alsó réteg mindig elhal, ugye egyre lejjebb kerül ez az elhalt réteg, és egy idő után tőzeg lesz belőle. Úgyhogy ez a moha tőzeg az eredeti élőhelyekről származik,
úgymond, úgyhogy teljesen megbízható, nagyon kevés tápanyag van benne, savas környezetet biztosít, és legfőképpen rostos szerkezetű. Ebből is több fajta van, általában a litván mohatőzeget használjuk, több fajta márkajelzéssel találkozhatunk, de van pár márka, ami ugyanabból a gyárból jön. Litvánia legnagyobb tőzeg bányája az a Rekiva cég tulajdonában van, és ők gyártják például Novobalt, Litpét, Durpeta néven ezeket a naturmaltőzegeket, de van Rekiva néven csomagolt tőzeg is. Arra kell figyelni, hogy mindenféleképpen a natur változatot szerezzük be. Régebben volt 2 és 15 literes Novobalt csomag is. Manapság vagy kapható valahol, vagy nem. Úgy tudom, hogy újra elkezdték csomagolni ezt a kis kiszerelést, néha találkozhattok vele, de nagyon kevés helyen. Önmagában is elég a tőzeg moha, hogyha elég nedvessel bekeverjük, viszont találkozhattok különböző barkácsáruházaknak, kertészeteknek a saját márkás moha tőzegével. Ezzel az a tapasztalatunk, hogy nagyon poros. Nem olyan, mint az eredeti, hanem nem tudom honnan szerzik. Egyébként, ha kiszitáljuk, talán a fele megmarad, ami rostos szerkezetű, a többi az csak por. És itt ugye utalnék vissza az első, úgymond körben emlegetett iszaposodásra. Nagyon poros a tőzeg, akkor hamar beiszapolódik, betömörödik. Ez nem tesz jót a növényeknek, úgyhogy próbáljunk eredeti litván moha tőzeget szerezni, ha lehetséges. Önmagában a tőzeg jó lehet, de hogy kevésbé tömörödjön és a vízháztartása is jó legyen, ezért szoktuk keverni kertészeti perlittel. Ezzel is találkoztatok már sokan. A kertészeti perlitből 2 méretet szoktak árulni. Van egy ilyen 2-től 6 mm-ig és a 4-től 6 mm-ig. Mi inkább a nagyobb szemcséjű változatot preferáljuk. Mi is több éve kísérletezünk már ezekkel. A pici szemcse az szinte elvész a tőzekben. Esetleg magvetéshez jó lehet, ahol ugye még a magoncok is picik, de nagyobb növényekhez inkább a nagyobb szemcséjű perlitet ajánljuk. Egyéb anyagokat is keverhetünk a tőzekhez, például kókuszrostot, ezt 2 formában is megtehetjük. Az első a maga a kókuszrost, ami egy darált kókuszdióhéj, ami a kókuszpálma olaj gyártásnak mondjuk a mellékterméke, és ezt 80 fokon körülbelül átmossák, kimossák belőle az ásványi anyagokat, majd tömörítik, és így kerül ilyen pici kocka a forgalomba, vagy ennél nagyobb. A másik pedig a kókusz chips. Ahogy látjátok, ez ilyen nagyobb frakciói dolog, ez tök jól lazítja a talajt, nagyobb anyagdarabok vannak benne. Ugye a kókuszrost maga egy semleges kimhatású anyag, mivel ki van mosva, nincs benne se ásvány és só, se tápanyag. Lazítja a közeget, a holland kertészetek már előszeretettel használják a tőzegnek a helyettesítésére, például a gerber a termesztésnél már teljesen jó. Majdnem hidroponikus termesztéshez is használják, nagyon jól szabályozható benne a tápanyag mennyisége, akár számítógépes rendszerrel is. Egy hátránya van, a tapasztalatom szerint hajlamos a penészre, úgyhogy ilyen 10-20%-ig keverhetünk a talajba. Én is szoktam egyébként a chips formátumot belekeverni a talajba a hidegtűrő növényeknél, a kancsókáknál pedig elmegyek 30%-ra is ezzel. Vannak, akik egyéb szervetlen anyagokat is használnak a növények talajába, például hőszigetelő anyagokat, akár hungarocelgolyókat vagy kőzetgyapotot. Ezek is működhetnek, a hungarocelgolyónál arra kell figyelni, hogy ne a dekorációs anyagot vegyük meg, hanem az építőiparban használható hungarocell golyót, amit mondjuk betonhoz kevernek, mert annak érdes a felülete, jobban megtapad a tőzeg szemcséjé között, és nem fog felúszni a tetejére. Úgyhogy erre vigyázzunk, de egyébként használható a kőzetgyapot, pedig ugye magába szívja a vizet. Nagyon sok kertészet egyébként ilyen kőzetgyapot kockába ülteti a növényeket, mert ebben is nagyon jó szabályozható a tápanyag, akár számítógépes rendszerrel is, ugyanúgy, mint a kókuszrost esetében. Hogy készüljünk elő az átültetésre?
először is készítsük elő az anyagokat. Ugye készítsük elő a cserepeket, nagyjából tudjuk, hogy milyen méretű és mennyiségű kell, valamint keverjük be a talajt. Ugye ez a legfontosabb mozzanata az átültetésnek. Egy picit előre kell egyébként terveznünk, hogy mikor akarjuk megcsinálni az átültetést, mert a talajt azt előtte pár nappal be kell kevernünk, azért, mert a tőzekben vannak kisebb-nagyobb szentség, amiknek át kell itatódni a nedvességgel, ezért szoktuk állni, hogy egy-két napot magát a bekevert anyagot, kicsit több nedvességgel kezdünk, hogy megszívják magukat ezek a részecskék, és utána pedig már csak egy ilyen könnyen pergő, de nedves anyagot kapunk, amitől nem lesz a kezünk tiszta ilyen cupogós, mocsaras, saras. Úgyhogy így érdemes bekeverni, hogy ne kelljen mondjuk kesztyűt használni, mert valaki abban mondjuk nem is szeret dolgozni. Előkészültem pár növény átültetéséhez. Itt van ugye a bekevert tőzegünk, amilyen szép pergőse, de nedvesre van keverve, ugye utána nem lesz olyan csúnya a kezünk. Itt vannak a cserepek, ugye méret szerint 11,97 centivel, és itt van a kürtvirág, Vénusz légycsapó és a harmad fű, a Drosera filiformis. Szerintem kezdjünk a Vénusz légycsapóval. Kiveszünk a címkét, ez a Dingley Giant nevezetű változat. Nem tudom, mennyire látszik. És itt van mellettem egyébként egy üres láda, amiben fogom a elhasznált tőzeget kiönteni. Picit megnyomogatom mindig a cserepet oldalról, hogy nagyjából elváljon a tőzeg a cserép falától, és könnyebb legyen majd kiönteni. Egyébként a Vénusz légycsapót ki is tudjuk emelni, ha így jól alányulunk, megfogjuk lent a rizómát, és ki tudjuk emelni az egész növényt. Ezt most így lerakom, és akkor ezt ki is önthetjük. Mivel most szét fogom ültetni, ugye a tavaszi átültetésnek az egyik legnagyobb öröme az, hogy több növényt tudunk kapni, mert ugye a legtöbb hidegtűrő növény az osztódik tőről, és szét tudjuk szedni több növényre a nagy anyanövényünket. Egy picit le kell tisztítani. Látható a rizómánk, ugye a rizóma ebbe az irányba folyamatosan nő egyébként, és akkor ezt szépen, és meglátjuk, hogy hát ezt a picit lehet leválasztani csak, de nyugodtan széttörhetjük a rizómát, de csak úgy, hogy már legyen gyökere a következő kis növénynek. Hát ezt most már így egybe hagyom, de az, hogy szerintem ez egy kettő növény lenne, de ezt majd következő tavasz átültetem, úgyhogy kiszedtünk belőle kettő picit, megmarad ez az anyanövény. Ezt a csúnya régi csapdát ezt le fogom venni, nehogy okozzon bajt. Ezt is elcsíphetjük egyébként simán körömmel a régieket, és akkor kapunk egy ilyen szép letisztított rizómás növénykét. Itt látszik, hogy már megindultak az új gyökérhajtások, és akkor így van nekünk most egy tiszta kis növényünk. A többére is megpróbálhatjuk leszedni ezeket a régi csapdákat, de ezek úgyis már csak ilyen járulékos dolgok. Jó, hogy benne penészedjen majd. Le is jött az új kis növényünk, aminek látszik, hogy ott van egy pici új gyökere, úgyhogy ez már meg fog indulni, ezt a másikat pedig letisztítjuk, leszedegetjük ezeket a régi gyökereket, mint így nagyjából. Így,
és akkor végül is négy növényünk marad, és végül is négy növényünk lett, ugye az egy helyet, és akkor úgy szoktam, hogy szépen megtörtem a cserepet, nem túl megnyomkodva, és fúrok bele egy lyukat, újjal, amennyire tudom, mondjuk ennek elég hosszú a gyökere, úgyhogy belehelyezzük így, megütögetjük, picit megtömörítjük, és kész az első átültetésünk. Ugye a cserepet mindig tele töltjük, ez az első szabály, és megpróbáljuk a gyökereket az eredeti állapotnak megfelelően minél hosszabban, függőlegesen behelyezni a tőzegbe képzett lyukba. Hát ennek a picinek is ekkora cserepet adok, hogy legyen tere növekedni. És akkor még van a nagy növényünk, annak is elég lesz még idén ez a cserép. Ennek is jó gyökere van, amint engedi a cserép mélységeibe. Tömörítjük. Nyugodtan meg lehet nyomkodni egy picit. És akkor a Vénusz légycsapóval ugye végeztünk is. Nyilván majd a címkéket azt mindegyikbe bele fogom rakni. Úgyhogy a Vénusz légycsapót így ugye egy cserépből négy cseréppel lett. Úgyhogy ezt át is rakom most már innen máshova. Következő versenyzőnk az egy hidegtűrő harmadfű, Drosera filiformis filiformis. Ugye ő még téli teledésből jön kifelé, úgyhogy óvatosan, amit már régebbi videóban mutogattam, hogy a régi leveleket és a virágszálakat szépen le tudjuk szedni. A növény levelei, amelyek elszáradtak, azok könnyen lejönnek, csak a virágszál szokott nehezen kijönni. Azt pedig, amit mutattam, meg kell tekergetni, és egy idő után elengedi. Én így szoktam ezeket leszedni. Ne zavarjon. Valamelyik nem engedi el magát egyébként, de nagyjából le lehet tisztítani. És akkor ezt ugye ki tudjuk dobni. Jó, amit látható, ugye ő is osztódott. Őt úgy szoktam, hogy itt is megnyomogatom a cserép oldalát, hogy elváljon a növény, és szépen ki lehet egyben venni. Ugye itt látszik, amire utaltam, hogy picit azért már kezdett betömörödni, meg iszaposodni az alja. De itt nyugodtan levehetjük ezeket a régi. Hát ez már kezdett mohásodni, úgyhogy ezeket most majd nyugodtan leszedhetjük, és ki is lehet dobni. Kint ezek a tavalyi gyökerek. Most nincs még nagy gyökere a növénynek. És akkor szépen megpróbáljuk. Ugye itt alul érezni fogjuk, hogy hol van a kis növénykének az alja. És elkezdjük szétválaszgatni. Ilyenkor még a gyökerekben nem nagyon tudunk kárt tenni, ugyanis nagyon gyenge gyökerük van. Ugye a teleléskor éppen csak egy pici, ilyen fél centis gyökér marad. Ez egy régi virágszál volt. És akkor így le tudjuk tisztítani, nem muszáj megmosni. Ezt összegyűjtjük. Jó, és akkor ugye egy cseréből most négy növényünk lett, ez ugyanúgy megy, teletöltjük a cserepet, az ujjunkkal fúrunk egy pici lyukat, nem kell olyan mélyet, mint a Vénusz légycsapónál, éppen annyit, hogy beleférjen a növény, belenyomjuk, és ennyi. Teletöltjük, csinálunk egy pici lyukat,
Belerakjuk a növényünket, és kész. Ugye a filiformis nekem az egyik kedvenc növényem, azért, mert iszonyatosan a filiformis nekem az egyik kedves növényem, mert iszonyatosan igénytelen. Kibírja a mínusz 15 fokot is. Úgyhogy... És van 4 új növényünk, ezt is visszarakom a helyére. És a legnagyobb versenyzőnk az egy kürt virág. Ugye látszik, hogy itt közepén már öreg tövek vannak, és itt van 1, 2, 3, 4, 5 új növény. Itt is azzal kezdem, hogy megnyomogatom a cserép oldalát, és akkor egybe valószínűleg ki is fog jönni az egész. Látszik, szép egészséges gyökerei vannak, annak ellenére, hogy most jött ki a telelésből, de már ugye megindult, mert vannak rajta virágszárok. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor elkezdem lefejteni róla ezeket a régi talajrészeket. Ezt elvileg a láda fölött kéne csinálni, de így, hogy lássátok, és akkor így kicsit megfezgetem, akkor már látszik, hogy hol fog szétjönni maga a rizóma. De elvileg még ezt is itt valahogy szét lehet szedni. Néha el kell törni egyébként, és akkor szép recsenéssel szétjön, és akkor itt van egy növényünk, a régi rizóma maradványokat, meg leveleket próbáljuk minél jobban leszedni, ugye a fertőzések elkerülése véget. Következő is próbáljuk leszedni. Ezeket. Jó. Kicsit kibontjuk a gyökereket a régi talajból. 2. Lesz még majd egy harmadik. Ezt is meg kell tisztítani, amennyire csak tudjuk. 3. Ez a régi rizóma, ez már nem jó. Ez már elrothadt, látszik, hogy tiszta barna. Úgyhogy ez kidobós. És akkor itt van még elvileg 2, és megpróbáljuk szétszedni, amikor nehezen megy. Nyilván még a rizóma is fogja, plusz még ugye a gyökerek is. De megpróbáljuk szétfezgetni, széttörni. Semmi baj nem lesz egyébként a növénynek, ugyanis mind a kettőnek megvan a saját gyökere. Próbáljuk itt letisztítani. Kicsit ki szedjük a gyökerek közül a régi földet, már meg is rázhatjuk. Következő. Itt van még az utolsó. Látszik, milyen szép egészséges gyökerei vannak mindegyiknek. Ugye nem csak ilyen fő gyökerek vannak, hanem csomó ilyen mellékgyökér is, ami ugye a legfőbb nedvesség felvevő hálózat. Jó, úgyhogy itt van 5 növényünk, ezt fogom és innen elrakom. Hát először azt hittem, hogy 9-es cserékbe kell majd tenni, de nyilván itt a gyökerek nagysága, sőt még lehet, hogy a 13-as cserepet is igényelni. De mint tudjuk, a kültvirágok szeretnek egy picit nyomorogni, úgyhogy ezt azzal kezdem, hogy töltök a cserép aljába egy kevés talajt, eligazgatom, hogy a közepén mélyedés legyen, a széle fele pedig magasabb,
majd beleállítom a növényt, és elkezdem kívülről bele adagolni a tőzeget, feltöltögetni. Most így újra el egy picit megnyomogatom. Ugye átültetésnél, a költvirágoknál arra kell figyelni, hogy a talajszint az új körülbelül ugyanott legyen, ahol a régi volt. Ugye ne temessük el nagyon a rizómát. Némelyik költvirág szeret teljesen a talaj fölött lenni. Jó, és szerintem ő így jó is lesz. Az egyik. És akkor a következő. Ugyanaz a metodika. Rakunk bele egy picit. Kialakítjuk a gyökérnek a helyét. Beállítjuk. Megfogjuk megfelelő magasságra és feltöltjük oldalról. Ugye itt azért nem működik az a technika, mint a Vénusz légycsapónál, hogy középre fúrunk egy lyukat, mert ezeknek akkora gyökere van, hogy ezt nem tudjuk így megtenni. Nagyon nehezen tudnánk csak be nyomorgatni egy lyukba a gyökérhálózatot, úgyhogy ezt így oldjuk meg. Ez mivel tiszta tőzeg, ez már a következő aljába. Szintén ez a technika, oldalról feltöltjük. Próbáljuk azért egy picit tömöríteni is a tőzeget, de nem teljesen, hogy azért maradjon benne levegő. Az év során úgy is tömörödni fog még valamennyit. Ez csak új tőzeg volt. Még egy kicsit szedek le. Beállítjuk, és látszik, hogy még azért bőven van hely új, friss tőzegnek a gyökér mellett. Úgyhogy ezt is oldalról betöltjük. Ugye vigyázni kell ilyenkor a már kihajtott növény leveleire, valamint a virágkezdeményekre, ne törjük le. Mondjuk a leveleknél nincs is olyan nagy gond, mert úgyis újabb hoz a növény. De a virágszár ugye az nem fog újra nőni. Ezt ide rakom akkor így. Férek is. És akkor még egy maradt. Egy cserepünk. Kicsit még szedek a talajból. A régiből. Ugyanúgy beállítjuk a helyre. Próbáljuk úgy igazgatni a gyökereket, hogy ne forduljon vissza fölfelé, hanem mindegyik lefelé álljon ugye a növekedési irányba. Ugye a levágott levelek közé bekerült tőzeget egyébként ki tudjuk mosatni majd egy permetezéssel akár. Picit nézzük. Jó. Ezt most már innen kidobom. És akkor itt van nekünk 5 új cserépnyi növényünk egy növénytőről. Mondjuk ez már több éves növény volt, úgyhogy látszik, hogy azért szépen telelt, mert jönnek a virágok is, amit már el is kezdett hajtani, meg látszik a csúcshajtások, látszanak.
most tegye fel a kezét az, aki szerint bonyolult az átültetés. Nyilván ez csak egy vicc volt. Látjátok, hogy nem olyan nagy trükk az egész. Egy pici rutin nyilván kell hozzá, mint minden máshoz, de ez egyébként majd meg fog jönni, minél több növényetek lesz. Egyébként a tavaszi átültetés mellett létezik az őszi átültetés, amikor még a pihenési időszak előtt, amikor még jó az idő, akkor ültetjük át a növényeket. Ez általában még olyan szeptember végéig aktuális lehet, akkor még október végéig, vagy november közepéig, hogyha jó idő van, a gyökerek meg tudnak indulni, még van annyi hőmérséklet, hogy egy picit a növény be tud állni téli üzemmódra, úgyhogy még akkor is megejthetitek, hogyha az előzőekben felsorolt néhány problémás dolog előjöhet, akár a túlzott mohásodás, vagy bármilyen fertőzés. Hát én direkt szoktam hagyni egyébként pár növényt ilyen mohásodó üzemmódban, de látszik, hogy ezek már így tolják le magukról ezt a moha réteget. Úgyhogy ez le tudja zárni az egésznek a tetejét, az egész cserépnek a tetejét, és ez egy hát elég vastag párna. Tudunk ezen segíteni, hogyha még nem akarjuk átültetni, de már a moha nagyon elbúrjánzott. Fogjuk ezt a párnát, egyszerűen leszedjük. Közben a ládába dobálom le egyébként ezeket a részeket. Így meg fog tisztulni a cserepünk, és egy pici tőzeg réteget, hogyha rákerítünk a tetejére, akkor ez még a következő szezont is ki fogja bírni. És amit még nem mondtam, de nyilván sejtitek, minden növényt szépen fel kell címkézni, mert utólag el fogjátok felejteni, hogy melyiket szedtétek szét, abból ugye hány darab lett, úgyhogy én még megyek vissza és címkézni fogok. De ennyi volt az átültetős rész, úgyhogy még egy pár szó erejéig visszaadom a szót a stúdiónak. Amit láttátok, az átültetésem egy ördöngős feladat, de hát ezt már megszokhattátok, hogy a rovarfogó növényekkel kapcsolatosan mindig csak pár dologra kell figyelni. Ezt mindig próbáljuk nektek elmondani a weboldalon, a Facebook csoportban, a Facebook oldalunkon, valamint itt a YouTube csatornán is. Bármi kérdésetek van, a videó alatt a kommentben tegyétek fel, meg fogjuk válaszolni. Kövessétek be a csatornát, köszi, és sziasztok! Akár hiszitek, akár nem, Janis Joplin is itt van velünk. Kértem volna tőle egy-két slágert, de azt mondta, hogy be van rekedve. Megjött a szél. Itt vagyok az újdonsült zenész haverommal. Kértem volna tőle egy Cannibal Corpse számot, de nem ismeri. Fúj, szellőztes. Fúj. Na, elállt. Jó.